Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Hello, emberek! Miközben a szomszéd a háttérben flexel, vagy halljátok, vagy nem. Hát nekem van itt egy kisebb problémám a telek hátuljában. Méghozzá, hogy még mindig itt van ez a rengeteg alkoholadék, amivel nem tudtam az évek során mit kezdeni. És a legnagyobb megdöbbenésemre embert nem találtam, aki egy ilyen mennyiséget hajlandó lenne kijönni és eltarálni. Úgyhogy hát kezembe vettem az irányítást, és hát vettem egy méretesebb darálógépet. Volt egy kis benzines ágdarálóm, de ezekre a mennyiségekre sajnos az már hát nem valami effektív. Úgyhogy vettem egy Apple márkájú osztrák eredetileg kardál hajtásos, de szítácsásra három fázisúra átalakított darálógépet. Sziasztok srácok! Újabb reklám Tomi vagyok! Újabb szemüvegben! Ja, hát az előző klón köpött, úgyhogy idő előtt selejtezni kellett. A mai videónak támogatója pedig nem más, mint akit már megszokhattatok, a Car Vertical, ami nem más, mint egy személyautó előjét lekérdező platform, ahol mindenféle fajta biztosítós és egyéb állami adatbázisokból összegyűjtenek neked infokat a járművedről, vagy a megvásárolandó járműről, és ezt némi pénzre cserébe eléd rakják. És egyébként, hogyha lenne kuponkóddal vásároz, akkor 20% kedvezményt kapsz. De nézzük is meg, hogy például milyen adatokat kaphatsz a Car Verticaltól. A mai jelentésben egy 5-ös BMW szerepel, méghozzá egy 2005-ös dízel üzemű gépjármű, amely nem volt lopott, normál módon volt használva, viszont tolattak vele egy hatalmasat, és emellett még volt némi sérülés is a múltjában. Képet sajnos nem kapunk ebben a lekérdezésben, ugyebár az európai autókról sajnos nem minden esetben készül kép, az amerikaiak jobban vannak dokumentálva, tehát ez sajnos egy ilyen probléma. Valami jó lenne, hogyha Európában is átvennénk ezt. Azonban itt látható, hogy 454.111 kilométerről visszatolatták 212.120-ra, ami hát sajnos elég komoly megtévesztés, és ez nagyon-nagyon kellemetlen dolog, mindez 2016 és 17 között. Majd látható a sérülése, amely 380.000 forintra volt tagsálva 2006-ban a kocsi egy éves korában, valószínűleg valami kisebb koccanásos, horzslásos sérülés volt. Itt az ábra szerint a kocsi eleje sérülhetett meg valamilyen módon. 380.000 forint egy vadonatúj 5-ös BMW-nél 2006-ban valószínűleg nem olyan túl nagy összeg, vagy nem olyan túl nagy sérülés. Tehát ezt még nem tartanám totálkaros autónak, itt inkább a tekerés volt a probléma. Majd megkapjuk a gépjármű adatait, és az idővonalát, amelyben leírják az elvégzett, a látható, vagy bejegyzett, a adatbázisokból visszakereshető elvégzett munkákat, műszaki vizsgákat, és itt látszik, hogy 2022-ben Magyarországon javították, illetve regisztrálták. Így látható, hogy bekerült az országba. Car Verticalt általában olyan autókhoz javaslom használni, amik külföldről lettek behozva, nemrég lettek behozva, tehát a JSP-n nem sok mindent találsz belőle. Ha nem tudom, ez a JSP az a járműszolgáltatási platform, Magyarországon ingyenesen elérhető adatigénylő szolgáltatás az állam részéről. De hogyha egy külföldi autóról beszélünk, arról a magyar adatbázis nem fog hozni semmi relevánsat. Maximum az, hogy van-e rajta terhelés, vagy sincs, vagy van-e műszakia, olyan hasonló. És ebben az esetben, hogyha kiadsz több millió forintot egy autóért, én nem sajnálnék 10.000 forintot egy lekérdezésre. Ami egyébként 20%-kal olcsó, hogy ezt a linket használod. Link a leírásban, Car Vertical, vissza a videóhoz. Rohadtul tükröződik ez a szemüveg, lehet, hogy veszek egy másikat erre, nem az igazi. Lehetettük a műhelyben lévő rumlit, amit átoltam a műhely másik oldalára tudjak videózni. Van hozzá egy combos kis villanymotor, méghozzá 7,5 kW-os, amit elméletben elbír a szép új kiépített hálózat. Úgyhogy ezt kellene majd szépen ráműtenünk erre a szépségre, amely elméletben papíron működőképes. Hát gyakorlatban meg majd meglátjuk, mit kell kipufozni, mert ezzel már úgy lehetne dolgozni. Amit meg kell csinálnom első körben, hogy felrakjuk ide a motort, mivel kengyelt nem adtak hozzá, így gyártanom kell hozzá egy kengyelt, majd el kell még mennem a villanyászboltba, és ehelyett a négy pólusú háromfázisot lapozó helyett egy új szabványos öt pólusot be kell szereznem, és át kell hozzá kötözgetnem mindent. Na de előbb lássuk, hogy mit vettem. Ez egy kétkéses aprító daráló, itt van hozzá egy lehúzólánc, ami húzza be az anyagot ide a törődobhoz, vagy ez a behúzó dob, azt hiszem, ez a, talán a törődob, vagy az, valami ilyesmi.
és az innen kapja a hajtást, ugye itt jön át a tengelye a kés tárcsának, ahol van egy ilyen kis kuplung, amit gondolom előre meg hátrafele lehet meghajtani ezt a törődobrészt, ugye ki lehessen járatni belőle esetleg beragadt cuccot. Van itt némi lánchajtás, némi fogaskerékhajtás, meglehetősen masszív mezőgazdasági cumó, amihez egyáltalán nem értek. Megvan hozzá ez a kidobócső, ez a garat, meg van hozzá egy védő burkolat a szíjhajtásra. Csodát! Itt látható a két meglehetősen nagy méretű kés, az egyik másik. Ezek a kidobó lapkák, ebből van négy, késből van kettő. Egy kis élezés valószínűleg rájuk fér be, meglátjuk először így hogyan dolgoznak. A tengelye abszolút nem lóg, egy zsírozás ráfér persze mindenhová, de nagyon szépen és finoman forog, tehát a csapágyai valószínűleg rendben vannak. De jó, azért ez brutál cucc így burkolat nélkül. Itt alul már látszik, hogy heftölgették, hát gondolom nyílt széjjel a burkolata, és nem vitte ki a darabokat, vagy valami ilyesmi lehetett. A futóműve az elég rendesen meg van szakadva, tehát majdnem a földön ül a cucc. Nem egy nagyon bonyolult eszköz, jól fel kell zsírozni mindenét, aztán rá kell tenni a motort, és meg kell indítani. Nyilvánvalóan belehallatszik, ahogy szomszédban éppen flexelnek, de engem rohadtul nem zavar, remélem titeket se. Max H. András zavarná, de ön meg ezt úgysem nézi, nem igaz? Anyád, milyen nehéz vagy te! Ez ide nekünk nem kell. Sikerült felaplikálnom rá az egyik szíjat. Hát nem mondom, hogy nem szökhibás a dolog, de jónak tűnik. Maximum egy kis beillagolás még ez alá ide jöhet, és akkor lesz talán jó. Teszek alá egy darab vasat. Most kéne csinálnom valami kengyelféleséget, ami valahogy elkerüli ezt a dobozt itt. Tehát ez valahogy így jön, itt ki lesz vágva egy darab, körbe, ide le. És két-két csavarral összefogatni, kibeillagolni, aztán felrakni mind a három szíjat. Jó kör lesz. Az a vaskos, négyes lapos vas szerintem jó lesz oda. Hát valahogy sikerül meghajtogatni, akkor még tök jó is lesz. Na gyerekek, ez hivatalosan is fönt van. Szépnek nem szép, cserébe maximálisan funkcionális. Olyan nem is lett olyan rossz igazából. Tehát így fogtam, gyorsan meggöbítettem két 40x4-es vagy 6-os lapos vasat. Minden esetre nem volt egyszerű meggörbíteni. Fölcsavaroztam rá néhány random talált használt csavarral. Fölcsaptam rá a szíjakat. És már is mehet a móka, amint holnap vettem hozzá csatlakozót. Aztán meglátjuk, hogy most akkor vettem megint egy kupac szart. Igaz, hogy áron alul, de kupac szart. Vagy van egy fasz a vágdarálom. Be van kötve az új vellany, ezt jó behúzzuk ide alá, hogy nehogy véletlenül kapja a szíj. Átzsíroztam, szinte mindenhol kapott fogaskerék, lánckerék, minden.
Hát most be kéne dugni és megnézni, hogy tulajdonképpen működőképes dolgot vettem, vagy egy hulladékot. Lássuk. Eddig nem robbant. Oké. Ez megy. Jó lesz. Lássuk, működik-e a behúzója. Kurva jó! Nagyon kurva jó! Fasza! Most válasszunk egy tetszőleges bemelegítő ágat. Ez mondjuk itt nem rossz. Például... Azt kell mondjam, hogy ez egy jó vétel volt, mert hát ezeket ilyen 3 kiló környékén szokták így jelen állapotban, mint hogy bedugod a tucat, aztán megeszi árulni. Én meg jóval kevesebbért vettem, nyilvánvalóan dolgozni kellett vele, de nem túl sokat, és plug and play, ha azt vesszük. Némi zsírt még teszek a fogaselékre, most csak így pötkövetem rá egy keveset, nem baj, hogyha van rajta. Aztán ugye ezzel a hosszú kábellel, ez volt a pajtában a villany, egyébként nem véletlenül raktam félre, már be tudom húzni szépen ide a pajta mögötti részre, ahol már kezem ügyében van a darálni való, meg ugye ez is az enyém, mert ezt itt hagyták a szomszédok, mikor megvettem a telket. Nice. Úgyhogy az a jó, hogy nekem van egy platós teherautóm, aminek a platójáról az agresszeket leszedem, akkor bele tudom darálni ennek a platójába a mocskot, és szépen el tudom vinni oda hátra. És akkor csak annyi lesz, szórom a gépet, robburba szórja bele a cuccot, persze majd tenni kell a fülkelé, hogy a fülkét ne bassza össze, de ez az a terv gyakorlatilag. Ezt el lehet küldeni hátra a mocskot. Fasza! Nos emberek, kicsit később ugyan ne folytatjuk, mint láthatok, a daráló készen van, szereztem hozzá hosszabbítót, és van elég kábel rajta, hogy a hosszabbítóval együtt kiérjen a pajta mögé. Most első körben a Volvóval szépen elvontatom a cuccot, behúzzuk hátra a kupac mellé, és hát nem csak ezzel kell most foglalkoznunk, hanem kell valami, amibe ugyebár daráljuk. Ami pedig nem lesz más, mint a robur, úgyis el kell innen mozgatnom, mert le kell alatta nyírni a füvet. De ha már egyszer, akkor először is lepakolom róla az alkatrészeket, mert még az ilyen vasdarabok rajta maradtak. Itt egy kicsit megfoltozzuk a platóját, ezen látszik, hogy ide valami önmetszővel le fogunk durrotatni valami lemezt, vagy ezt így önmetszővel bele, aztán kész, nem fogjuk túlzásba vinni, és egy hátfalat kell neki csinálni, és arra gondoltam, hogy van egy csomó salgópolc darabom, amiből csinálok egy nagy hátfalat ide, meg ide egy ilyen fogadót, és akkor ide fogom beledarálni a darálékot. Egyik oldalt lehajtom, hátulja megmarad, meg ez az oldala, meg ennek vannak magasítói is, ezt fölrakom, és akkor lesz egy ilyen szállító eszköz, erre fogom irányítani a darálót, és akkor ebbe beletolom, és oda akarom hátul, de a diófa alá letenni, mert ott jó helyen van. Úgyhogy most hozok egy aksit, meg egy kis benzint, Robertünkkel átjárunk a pajta elé, és az ágdarálót meg behúzom szépen ide a Volvóval. Nice. Thank you.
hát egyúttal meg volt a graderezés is. Hát miért érzem úgy, hogy ennek kéne csinálnom egy új futóművet? Mindegy, meg kell még picit rángatnom előre, mert ki kell járni a robóral innen, úgyhogy még egy jó 3 métert előre kell tolni, és akkor gyakorlatilag jó helyen leszünk ahhoz, hogy lehessen pakolni. De jó, hogy a Volvo-ban van power. Tisztán olyan, mint a Clarkson farm, csak kibaszott alacsony költségvetésből. Hát gyerekek, ezek a tárcák még mindig nem lettek olajosabbak sajnos. Csak mocskosak, meg ki kell pucolni, mert visszarakom alája. Nagyon úgy nézünk ki, srácok, hogy van egy jó elkoszolódott karburátorunk. Most megnézzük, hogy mi lelte ezt a karbit, ami múltkor tök jól működött, meg tök jól ment. Hát most meg úgy nem akar annyira tök jól menni. Mi nagyon nekiállnánk. Remélem nincs te az olajbenzinnel. De jó, lehet benne olajat cserélni, átszakadt az AC membrán. Akkor nem a karbi a baj. Fasza! Valahol még kell lenni AC-nak hozzá. Vagy váltunk elektromos AC-ra. Oh yeah, hát ennek rekt. Hát ja, ezen az autón azért még van mit dolgozni. A legrosszabb esetben leveszem a másik blokkra az AC-t. Már nem találtam még, elvileg kéne még lenni AC pumpámnak, de nem volt benne a roburos dobozban, és csak abban vannak a robur alkatrészek, úgyhogy innentől. Máshol nagyon nem lehet, ha van. Ha nincs, az rettentően kellemetlen, mert hát ugye akkor még rendelnem kell üzemanyag szivattyút, ami hát nem lesz csak úgy a levegőből. Rendelnem kell majd az XC40-esbe is egy új üzemanyag szivattyút, annak is az a baja. Aztán onnantól jók vagyunk. Csak addig nem tudom, hogy ez kivehető, innen kiiktatható, vagy hogyan van. Remélem, hogy simán egy nyomórudas, aztán kész. Mert akkor... Szerint akkor a múltkor átszakadt az üzemanyag szivattyú membrán. Amikor játszottam a kocsival, ez. Jó. Ez. Igen, ez tiszta. Benzin. Megnézzük, hogy miből élünk. Mert talán még ehhez lehet rendelni felújítót is, bár én legszívesebben lefalaznám a brébe, mert akkor nem baszhatja össze az olajat, és kapna egy elektromos AC-t, na bum, rá kell kötni a gyújtásszára, aztán kész. Gyújtást adsz, akkor van AC. Mondom, még a másik lehetőség ott van a külön blokkon, azon van elvileg egy AC. Az nem tudom, hogy működik-e, mondjuk fogalmam sincs, de van rajta, létezik. Ben a szelep. Pici látszik, mintha lenne rajta valami repedésféleség. Nos, ez egy jó kör volt, mind a két szivattyú döglött volt, kicseréltem a másikra, úgyhogy most kapálógép tankról megy a gép. Ezt majd valami biztonságosabban rögzítem itt, szerintem, valahogy így. Szerintem valami rá lesz paniferezve, vagy mit tudom én, de tök jól működik, tehát szó se róla. Aztán
most meg kéne nézni ezt a platót, és lepakolni róla, hát ilyen kormánymaradékok, meg vasak, meg ülésváz, meg ilyenek. Ezt is kéne szortíroznom, mert ezek attól függetlenül rossz vasnak tűnik, ez nem az, ezek az alkatrészei ennek a teherautónak. Meg alá kell tennem a tálcákat, mert az nagyon-nagyon fontos ott, az a legfontosabb. És azt találtam ki, hogy itt vannak ezek a csodálatos salgópolc darabok, amik a nagyon-nagyon rozsdásak. Ezeket fogom szépen egymáshoz csavarozni, és felrakni erre az oldalára a platónak. Azokkal a plató magasítókkal, az a robbúrnak a plató magasítója, az sem rossz vas. És akkor ezen az oldalon egy három tábla szélességbe lenne itt egy ilyen kis fogadó felület, meg itt is. Nem tudom, hogy egy két tábla magas lesz, tehát az bőven bele fog férni abba, hogy ott beleszórja a cuccot a gép, de elég lesz egy tábla is szerintem, csak ide a fülke mögé fogok tenni többet, hogy a plexi üveget nehogy megüsse, mert azt nem kéne. Első körben ezt neki kell takarítani, meg átszelektálni, hogy mit, hogyan használunk ebből föl. Nos, röviden a terv. Ezeket egymásba lehet csavarozni, ugyebár ezek így működnek. Le lesznek csavarozva a platóhoz, meg a plató oldalához. Önbetszőkkel hozzacsapatom, egy kis merevítés, vagy valami még lesz rá, aztán ennyi. Ez itt teljesen jó, ide bele tud-e szórni magát a daráló. Ide hozok egy lemez csíkot, és ezt még önmetszővel fixálom, mert ez így nem túl optimális. Aztán ez az oda is lesz hajtva, a hátulja meg úgy marad, ahogy van. Aztán ennyi. Aztán majd meg kell rendelnem a kézifék köteleket, mert hát egy elszakadt. A másik az fog, csak még rá kell jobban húznom, mert egy kicsit még laza, ezt még szerintem lehet ezzel húzni egy picikét, és akkor egy kerékkel lesz fékem, az elegendő arra, hogy 50 métert az udvaron belül arrébb guruljak egyes sebességi fokozatban gyökkettővel az autóval, és utána a kézifékkel megfogjam. Ja, nem pont optimális, de ez van. Viszont egész jól egyben van az alja a kocsinak, ha megnézitek, az alváz is minden, hát a platódeszkázás az úgy, ahogy van kuka, meg ugye itt is látszik, hogy egy pár helyen már megnyomorodtak a keresztvasak. Hogy hívják ezeket? Keresztvasnak fogom hívni, elkereszteltem őket keresztvasnak. Többen megjegyeztetek, srácok, hogy igen, sokat hangozhatom ezt a hivatali témát, meg minden, de muszáj súlykolnom, hogy ez nem. Tehát, hogyan mondjam, ezt nem fogom csak úgy elfelejteni, meg így hagyni, mert hát mondjuk úgy, hogy maradandó nyomot hagyott bennem. Ja. Tehát ez van, mindesetre a robur fasza. Nagyjából. Azonban ezt már skippelem, mert egyrészt hulla vagyok, másrészt meg nem ez volt az egyetlen dolog, amit csináltam ma, és meg is kell csinálnom a monitoromat, mert még az is megdöglött, úgyhogy, ja, van még egy két órás melóm így emellé. Úgyhogy holnap folyt köv, aztán, ja, addig meg úgy el lesz ez itt. El is készült, följebb húztam az alapjáratát, úgyhogy most tehetünk egy próbakört a darálóval, hogy az beledarálja szépen oda, ahova kell. Gyújtáson állítottam, de még mindig nincsen jó helyen, de most már kevésbé dadog. Le is állítom szépen. Egyébként nincsen rossz hangja. Nem tudom lenyomni a gázpedált kézzel. A figyelmet a fantasztikus tankrögzítésemre, very safety, very biztonság. De működik, úgyhogy egyelőre ez így lesz. Megrendeltem hozzá már az elektromos AC-t, csak a tankot meg kell csinálni, mert hát tettem bele 10 litert, és mint kiderült, hogy a 2-3 literes szintig úgy még jók vagyunk, de hogyha följebb megyek, akkor sajnos van rajta illuk. Úgyhogy a tankot javítani kell, ezt addig azért nem vettük észre, mert eddig 1-2 litereket tankoltunk bele, hogy alébb lehessen vele parkolni, aztán csókolom, hogy ne álljon benne a benzin. Úgyhogy most lássuk az árdarálót, hogy ellátja a feladatát, meg a robur is, hogy ellátja a feladatát, hogy elvigye az udvar végéig vele a mocskot. Oh yeah! Imádom, srácok, hogyha egy projekt kezd alakulni.
nézd meg, srácok, ilyen a világon nincs. A hosszabbítom, amit kölcsön kaptam, fordítva van bekötve, már fordítva forog az egész, tehát, mert ugye, hogyha előre mellett bekattintom, akkor fixen hátrafele tolja a tuccot. Ja. Nice. Na. Már jó irányba forog. Fasza! Ringlószünet, szépen tellik a robur, túlzásba azért nem viszem, jó mondjuk a föld is tellik, de ennyi baj legyen, nagy rész a roburon van, egész jó szuperáll a gép, a kupacnak az egy negyede tűnt el eddig, ez a rész rohadtul össze van állva, ez még az OG mocsok, amit a pajtam mellől szedtünk ki, úgyhogy ezt még szét kéne bombázni majd valami vassal, meg egy kötéllel, meg a Volvóval, ez meg itt tüzelőnek való anyag, ami hát tüzelő lesz, nos és szünet, kell a cukor, mert hát, ja, kezdek fáradni. Tudom, tápos vagyok, de kibaszott meleg van, és ez nem tesz jót. Nos, már itt hagyom abba, nem túl sok, mert egyrészt megjön az eső, másrészt ki vagyok faszulva, ezt még elvisszük az udvar végébe, és a kupasznak az egyharmada megvan, az elsőnek, és még van, és ja, és még a szomszédomnak is van egy pár ágok, amit le kéne darálni, szóval, ja, jó az a cucc, megérte megvenni. Na, robur indít, sztalicskázunk hátra. Valószínűleg azért prüszköl, mert az ejtőtankról azért kicsit kevesebbet kap, mint a saját üzemanyag pumpájából. Menni megy, limitált mennyiségű gázadásom van. Nem ér röhögni, fék nélkül, lejtőn, nem olyan egyszerű. Hát gyerek, nem ritka az, hogy ennyire jól működjön egy terv, de ez teszi a dolgát. Most mondja valaki, hogy a roncsaim, az idézőjelbe vett roncsaim nem hasznosak. Ennyi. Hogyan csinálod ezt meg, hogyha nincsen ember, aki egy géppel idejön és ezt összedarálja? Veszel majdnem 200.000 forintért egy ágdarálót lomisoktól, meg van egy teherautód, ami ki van szuperálva, de működik. Ezt a kézifék kötelet azért meg kell csinálni rajta, mert fék nélkül egy picikét azért trükkös, nem megoldhatatlan, meg most őszintén szóval neki megyek egy fának, a nagy dolog előfordul, mindjárt esik az eső, pont jókor végeztem. Ezzel meg szerintem el leszek egy jó darabig, de a lényeget már értitek. Működik az ötlet, a robur pedig dolgozik.
Jaj, de imádom ezt a kis teherautót. Szerencsétlenen nagyon-nagyon sok munka van, hogy bármi nem, akárcsak messziről jó állapotú teherautónak mondható legyen, de van benne potenciál. Élni akar, mint látjátok. Élni és dolgozni. Mondjuk a dolgoznira nehezebb rávenni arra, mint hogy éljen meg, joyride-oljunk meg ilyenek. De hát ez van. Kis unszolás kellett, de teszi a dolgát. Hát srácok, ez egy kemény nap volt, és itt a vége, mert mindjárt nyakamba szakad az ég. A lényeget értitek, a projekt sikerült, és még lesz mit dolgozni vele. De ez egy jó kör volt. Úgyhogy amennyiben tetszett, egy feliratkozás meg egy lájkolás szerintem megér, annyi belefér, ha meg akarsz jattolni, vannak leírásból lehetőségek. Nagyon szépen megköszönöm, ilyenekbe fog belemenni, mert ez tök jó. Irreálisan boldog vagyok egy csöszvett teherautótól, egy kivéhett ágdarálótól, meg attól, hogy a kis portálma alakul. Akinek nem volt még ilyen kis portálja, amit épített volna, vagy saját helye, az nem tudja ezt elképzelni. Na, a következő videóban találkozunk, ami már nem csak félig roburos videó lesz szerintem, úgyhogy addig is, sziasztok! Fene a feledékeny fejembe, majd elfelejtettem a tálcát. Tudjuk, hogy ez a legfontosabb.